A daganatellenes kezelések lényeges része az étrend, de nagyon fontos, hogy ez nem egy szigorú diéta, hanem egy korszerű kiegyensúlyozott táplálkozás. Már klinikai vizsgálatok bizonyították, hogy a helyesen táplálkozó betegek könnyebben leküzdik a daganatellenes kezelések mellékhatásait, és megelőzhetik az alultápláltság kialakulását, hiszen ezen betegcsoportban fokozott a rizikója a kóros tápláltsági állapotok kialakulásának. Egy daganatos betegségben az anyagcsere nagy mértékben megváltozik. Egyrészt inzulinrezisztencia áll fenn, tehát endokrin diszfunkció, egy állandó szisztémás gyulladás van a szervezetben, és a szisztémás gyulladás következménye az, hogy az úgynevezett katabolikus, vagy más néven lebontó folyamatok vannak túlsúlyban, és ez sajnos a testtömeg és az izomtömeg csökkenéséhez vezethet. Ahogy már említettem, ezen betegcsoportban, hogy fokozottabb a rizikója a kóros tápláltsági állapotok kialakulásának, ezen kóros tápláltsági állapotok például a kóros izomtömegvesztés, az alultápláltság, valamint a fehérjehiány. És ezek minden típusú onkológiai kezelés eredményét ronthatják, tehát a sebészeti szövődmények megnövekedhetnek, kifejezettebbek a daganatellenes kezelések mellékhatásai, és ezzel az életminőség, valamint a túlélés is csökken. Legtöbben a páciensek közül azt tapasztalom, hogy amikor megkapják a daganatos diagnózist, rögtön valami csoda diétába szeretnének kezdeni. Az Európai Klinikai Táplálási és Metabolizmus Társaságnak van egy szakmai protokollja a daganatos betegek táplálás terápiáját illetően. Ebben a protokollban is leírják, hogy egy daganatos beteg részére nem javasolt, sőt ellenjavalt minden restriktív megszorító diéta, főleg ami az energiabevitelt korlátozza, hiszen az alultápláltság esetében, vagy hogyha fennáll ennek a veszélye, akkor ronthatja a páciens állapotát. És emellett minden olyan diéta még ellenjavalt, amely nem klinikai bizonyítékokon alapul, és nem bizonyította hatékonysága. Nyilván az egy teljesen más kérdés, hogyha az anatómiai viszonyok megváltoztak, akár egy sztóma miatt, vagy esetleg a tápcsatorna valamely része érintett. Csoda diéták helyett a táplálás terápiára kell fókuszálni, ami egy olyan támogató, előre tervezett komplex tevékenység, amit minden beteg részére egyénre szabottan kellene biztosítani, és célja a táplálékfelvétel fenntartása vagy növelése, a már említett anyagcsere változásainak mérséklése, a vázizomtömeg, a fizikai teljesítő képesség fenntartása, és ezzel együtt az életminőség javítása, és mindezt egy rehabilitációs tím segítségével véghez lehet vinni. De azért ki szeretnék emelni néhány általános dolgot, hogy mik is a korszerű kiegyensúlyozott táplálkozás alappillérei. A szervezet számára biztosítani kell a megfelelő mennyiségű energiát, fehérjét, zsírt és szénhidrátot. Ugye a fehérjék, a zsírok és a szénhidrátok az energiát adó tápanyagaink, egyiket sem szabad kihagyni, csak a megfelelő minőségre és mennyiségre kell fókuszálni. Emellett fontosak még a vitaminok, ásványi anyagok és élelmirostok megfelelő mennyiségű bevitele, és a daganatellenes kezelések során az energia és a fehérje bevitelre oda kell figyelni, ezeket mindenféleképpen növelni kell, különösképpen a fehérje bevitelt, hogy az izomtömegünket meg tudjuk tartani. Nagyon fontos még egy rendszeres étkezési ritmus kialakítása. Ez azt jelenti, hogy kb. Minden nap ugyanabban az időszakban történjenek az étkezések. Tehát aki eddig napi két alkalommal étkezett, nem arról van szó, hogy ötször kell, de legalább háromszor, és akkor kb. Rendszeresen ugyanabban az időben. Ezek mellett törekedni kell még a változatosságra, a nyersanyagválogatást tekintve és a konyha technológiai eljárásokat. Az egyik alapvető tévhit, amivel a mindennapi gyakorlatban általában találkozni szoktam, hogy a szénhidrát az ősellenség, és a szénhidrátot ki kell hagyni az étrendből. A szénhidrát egy nélkülözhetetlen tápanyag, ugye az agy és az idegrendszer működéséhez szénhidrátra van szükségünk,
És itt inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogy a kulcsfontosságú a szénhidrát minősége és mennyisége, tehát a képeken is látható, hogy nem mindegy, hogy azt a szénhidrátot milyen forrásból visszük be. Hogy esetleg hozzáadott cukrot tartalmazó üdítőitalokból, péksüteményekből, vagy értékes gabonafélékből, hüvelyesekből, és az is sajnos általános tévhit, hogy nem tudják, hogy a zöldségekben lévő rost is szénhidrát, csak egy összetett szénhidrát, ami nem szívódik fel. És azért is nagyon fontos a megfelelő szénhidrátbevitel, mert hogyha nagyon lekorlátozzuk a napi bevitelt, azzal sajnos az izomtömegünk fog csökkenni. Másik dolog a cukor kérdése, ugye általános tévhit, hogy a cukor táplálja a daganatos sejteket, ez nem így van, tehát nem azért nem szabad, vagy nem ajánlatos cukrot enni, mert hogy ez így van, hanem a WHO ajánlása is azt mondja, hogy mindenkire vonatkozik, hogy a napi energia bevitelünk maximum 10%-a származhat hozzáadott cukorból. Ez gyakorlatilag olyan, tehát energia szükséglettől függően olyan 5-10 teáskanál lehet. És ha belegondolunk abba, hogyha például iszunk egy nap 2 kávét, abba beleteszünk 2-2 kanál cukrot, és esetleg elfogyasztunk hozzá egy egészségesnek hit, de hozzáadott cukrot tartalmazó zabkekszet, akkor gyakorlatilag is meg is van az a napi 10%. És így a zabkeksz kapcsán szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy mindig figyelni kell az élelmiszerek rejtett cukortartalmára, tehát az élelmiszer címkéket igenis el kell olvasni, mert olyan élelmiszerekben is lehet hozzáadott cukor, amit nem is gondolnánk. Például tegnap egy 2-1-ben instant kávé olvastam, az első dolog, ami rajta volt, a glükózszirup. Utána pálmaolaj, tehát hogy érdemes mindig az élelmiszerek összetevőinek listáját tanulmányozni. A másik nagyon fontos dolog az ultrafeldolgozott élelmiszereknek a lecsökkentése. Ugye ezek az ilyen kényelmi, félkész termékek, mártás alapok, levesporok, kekszek, gyorsfagyasztott készételek, chipszek, cukros üdítők. Hiszen a tápértékük igen silány, ugye kevés rostot, kevés értékes tápanyagot tartalmaznak, inkább úgynevezett üres kalóriákat, és ugye sokkal több üres kalóriát, mint a normál élelmiszerek, és a sok hozzáadott cukor és zsiradék okozza ezt, ezáltal az élvezeti értéke is ugye sokkal jobb, de éppen ez velük a probléma. Tehát itt is azt szeretném hangsúlyozni, hogy az élelmiszer címkéket minden esetben nézzük meg, hogyha olyanokat látunk rajta, stabilizátorok, ízfokozó, térfogat növelőszer, akkor nagy a gyanú arra, hogy ez egy ilyen ultrafeldolgozott élelmiszer. Ideális megoldás lenne, hogyha mindent mi magunk készíthetnénk otthon. Egyrészt költséghatékonyabb is, másrészt nyomon követhető, tehát tudjuk, hogy mi van benne. És akkor egy példát hoztam megint, a gyümölcsjoghurt szerintem erre egy nagyon jó példa, mert nyilván azért 2023-ban nem elkerülhető az, hogy feldolgozott élelmiszert fogyasszunk, mert a naturjoghurt is feldolgozott élelmiszer, csak a feldolgozottsági fok nem mindegy, hogy milyen. Tehát a jobb oldali képen látunk egy házi gyümölcsjoghurtot, ami naturjoghurtból készült, friss gyümölcsel, de esetleg alkalmazhatunk fagyasztott gyümölcsöt is, és valamilyen gabonafélével lehet kiegészíteni. És a bal oldali képen meglátjuk az ultrafeldolgozott gyümölcsjoghurtot. Tehát szerintem mindenki tudja, hogy melyik a jobb választás. Gyakorlatilag arra is figyelhetünk, hogy a hagyományos magyaros ételek sem ördögtől valóak, tehát a hagyományosat is korszerűen el lehet készíteni, aki ragaszkodik inkább a magyar konyhához, és ez gyakorlatilag az ételkészítés több pontján is meg tudjuk valósítani. Most néhány egyszerű példát hoztam csak, hogy például a sűrítési eljárások terén, hogy ne a hagyományos magyaros rántást alkalmazzuk, hanem mondjuk habarjunk, vagy a saját anyagával sűrítsünk,
vagy a közkedvelt bőzsiradékban sült, rántott ételek, amik általában problémásak, hiszen a zsírok, olajok hevítése alkalmával rengeteg bizonyítottan rákkeltő anyag, úgynevezett policiklusos aromás szénhidrogén keletkezik, főleg, hogyha esetleg sokszor újra van melegítve ez a sütőzsiradék. De például a panírt is módosíthatjuk teljes kiörlésű zsemlemorzsával, maglisztekkel, és ugye a sütés módja, amire nagyon oda kellene figyelni, sütőben légkeverésem, vagy ezekben az újabb airfryer készülékekben majdnem tökéletes rántott húst tudunk készíteni. Nyilván egy picit olajszprével le lehet fújni, hogy ne legyen annyira száraz. A nem megfelelően táplálkozó beteg étrendje úgynevezett speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerrel kerül kiegészítésre. Nagyon sokszor hallom a páciensektől, hogy nem kell tápszer, eszem én eleget, de sajnos ezt a megnövekedett energiaszükségletet nagyon nehéz kielégíteni normál táplálkozással. Tehát, hogy ezeket az élelmiszereket, vagy akkor nevezzük őket tápszereknek, étvágycsökkenés esetén az alultápláltság és bármely kóros tápláltsági állapot megelőzése érdekében szoktuk javasolni. Ezeknek közös jellemzője az, hogy magas energia és fehérje tartalommal rendelkeznek, és most már rengeteg betegség specifikus változat is elérhető. Mivel nagy az energiasűrűségük, ha nem figyelünk oda, akkor előfordulhatnak mellékhatások is, de ezek a mellékhatások megfelelő edukációval, hogyha az orvos vagy a dietetikus kollega elmondja, hogy ezeket hogyan kell igazán alkalmazni, akkor ezek gyakorlatilag kiküszöbölhetőek. Tehát nagyon fontos, hogy egy picit hűtsük le, jobb az élvezeti értéke, amennyiben nem platina származékot kap valaki, hiszen ugye akkor hideg elleni tilalom van érvényben. Picit fel kell higítani vízzel, és lassan kortyolgatva elfogyasztani, és akkor ezek a nem kívánt mellékhatások gyakorlatilag megelőzhetők, és az is nagyon fontos, hogyha felírnak egy kartonnal, és mi azt elfogyasztjuk, akkor az nem azt jelenti, hogy vége a kiegészítő táplálásterápiának, hanem ezt folyamatosan a kezelések alatt is folytatni kell. És akkor összefoglaltam, hogy mikor forduljanak dietetikus szakemberhez. Akkor mindenféleképpen, hogyha egy nagyobb testtömegvesztés áll fenn, tehát egy 5-10%-ot meghaladó testtömegvesztés esetén, vagy hogyha már esetleg kialakult egy kóros tápláltsági állapot, vagy ha valakinek táplálkozási nehézsége és zavara van, akár étvágytalanság, nyelési nehézség, vagy a táplálékfelvétel jelentősen csökken, vagy esetleg a daganatellenes kezelések tápcsatornát érintő mellékhatásai esetén, akár hányinger, hányás, hasmenés, székrekedés, szárnyálkahártya gyulladás fennállása esetén. És ki szeretném emelni a műtéti beavatkozásra való felkészülés nagyon fontos szerepét, hiszen megfelelő műtét előtti úgynevezett preoperatív táplálás terápiával a műtét utáni szövődmények gyakorisága csökken, valamint a sebgyógyulás is javul. És akkor összefoglalásként feltenném azt a kérdést, hogy lehet-e tökéletesen, egészségesen étkezni? Nem, nem lehet. Viszont a tudatosságra kell törekedni, mind a bevásárlás, mind az alapanyagok kiválasztása, mind a konyha technológiai eljárások során. Nem kell semmit nélkülözni, a mértékletesség nagyon fontos, és a szélsőségektől való tartózkodás. És nagyon fontos lenne, hogy mindig hiteles forrásból, hiteles szakembertől tájékozódjunk, hiszen rengeteg hamis információ terjeng, főleg az interneten. És a három kult szó, amit szeretném, hogy hazavinnének, az a minőség, a mennyiség és a nyomon követhetőség. Köszönöm a figyelmüket!